Benedek Elek születésének napján ünnepeltük a Magyar Népmese Napját. Stábunk a Várkert bazárban forgatott, ahol a Székelyföldi Legendárium csapata volt a díszvendég, de mellett megemlékeztek igazságos királyunkra is Mátyás király emlékév kapcsán. 575 évvel ezelőtt Kolozsváron megszületett Hunyadi Mátyás, a nagy törökverő Hunyadi János és az Aranybaladából jól ismert Szilágyi Erzsébet fia. Nem csak Benedek Elekre emlékeztek a Várkert bazárban születésnapján, a Magyar Népmese Napján, de az 560 éve királyá választott Hunyadi Mátyásra is. Ebben az évben is Fazakas Szabolcs és a Székelyföldi Legendárium a fő kiemelt vendégünk, viszont mivel a Magyarságháza ebben az évben a Mátyás király emlékév koordinálója is egyben, ezért összekötöttük ezt különböző párbajozó, bajvívó játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, Mátyás filmvetítéssel, a Kecskemét film jóvoltából, úgyhogy egy kis Mátyás korabeli reneszánsz világot csempésztünk ide a Várkert bazárba. Hadd köszönjem szépen, hogy életadó vizettel ajándékoztál meg engem. Csókoltatok neki, a királynak csókolta, a király. A Maros megyei Hármasfalu iskolásai Mátyás király és Csókfalva nevének legendáját mutatták be. A székelyudvarhelyiek a tatárok és a telekfalvi töklámpás történetét. Nekem van egy ötletem. Hallgassatok meg! A tatár ijedős babonás. Örültek a kicsik a lovagi bemutatóknak, filmvetítés és kiállítás is idézte Mátyás királyt és korát, és a székelyföldi gyerekek a főváros látnivalóival is ismerkedhettek. Most nem múzeumot látogatunk, hanem miniverzumot, elmentek moziba, olyan gyerek is volt, aki életében nem járt moziba, rajzfilmet néztek, és ez marad nekik egy ilyen színes volt a kicsi életükbe is, és ez a lényeg, hogy jól érezték magukat itt a fővárosban. A magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjét, Benedek Eleket idézi Budapesten és Székelyudvarhelyen is az Elekapó kutya. De nem csak rá, az idén elhunyt Kossuth Díjas erdélyi költőre, Kányádi Sándorra is emlékeztek, a Népmese Napjának fellépői a Döbrentei téren. A világ egyre gyorsul, egyre kevesebb időnk marad, többek között a mesére is. Kár. Viszont itt van velünk Berecz András Kossuth Díjas énekes, mesemondó, néprajzkutató. Jó estét kívánok! Jó estét. Hát ugye itt felfedezte András közben saját magát a bejátszóban. Igen, jó estét kívánok! Tényleg így van, hogy egyre kevesebben olvasnak népmesét? Hát nem tudom, hogy az én nézőpontom rossz-e, béka perspektíva-e az enyém, de én úgy látom, hogy egyre több. Hála Isten. De hát a világ két felé szalad, az egyik is biztos a dolgába, meg a másik is. Az is, aki örökké telefont néz, abból is, mintha egyre több volna. De egyre több mesemondó is van, el ne tagadjuk. Egyre több fiatalok, egyre tehetség. Igen. Jönnek föl? Igen. És tanítómesterüknek tekintik, vagy kérnek tanácsot? Hát van a Hagyományok Házában ilyen mesemondó tanfolyam. Én a mesemondás tanítására még nem tudtam odafigyelni. Ebből én még kimaradtam. Lehet ezt egyáltalán tanítani ennek, vagy valakinek van érzéke ez az ízes beszédhez, mert ez azért kell egy külön előadásmód. Én azt gondolom, legalábbis. Kellenek alkalmak, hogy üljenek le emberek és meséljenek egymásnak. És utána ez kitermeli magából. De ha nincs alkalom, akkor megsáppad a nyelv is, a közlés is úgy elvékonyodik, és már az önmagában, hogy mesével foglalkoznak, egymásnak elmondják, szerintem az okosabb iskolát nehéz kitalálni ennél. Alapesetben a szülő olvas mesét a gyerekeinek, de akár felnőttek is mesélhetnek egymásnak, nem? Hát hogyne, hát eredetileg a mese az felnőtt műfaj volt. Vagy mondjam úgy, a mese egyetemes műfaj. Gyermeknek is lehet, ifjú szerelmesnek is, akit minden szó untat, mert nem a babája közelébe van. És az öreg. Bocsánat, de a legtöbb népmesében a hétfejű sárkány miatt jön a fehér lovon a herceg, meg a királylány. Tehát mi ez, hogyha nem szerelmes történet? Hát a szerelmest az ő szerelme érdekli legjobban. Hát tudását rosszkor kifitoktatja. Mikor két ifjú elvegyülne egymással, az ember nem ugrik közé. Itt látjuk mesét a háttérben volna. Pont. Igen. Még a kis gömböt. Hát előknek nem mondj mesét, mert ők már benne van. Más dolgok van, igen. Hát erről van. Vannak egyébként kedvenc hősök, meg a kis gömböt például, akit biztos, hogy minden gyerek ismer. hasonló népmesei hősök, akiket úgy várnak, hogy benne legyenek gyerekek. A kérdés úgy szól, hogy én nekem legkedvesebb szereplő, vagy hogy... Akár, ha már felmerült, ez is. De a gyerekeknek is, hogy mi az, amit, kik az, akiket... Én szerintem a leendő férfiaknak, a legénykéknek valahol a vitéz szereplők közül valahol ott van a kedvenc. A leánykáknak meg a leges-leges legszebb királyleány. Nagyon szépen köszönjük. Ezt mi meghálálnánk egy jó kis vacsorával, hogyha menjünk át a Na, hát lássuk.